ne vidd el két szemeddel a napsugarat. Ne menj már még, mert a tájék sötétben marad. Kiraktuk a színes pokrócokat, hogy mindenki üljön le, és ha lehet, akkor együtt énekeljünk, játszunk, vidámkodjunk. Ugyanis nagyon féltünk attól, hogy jönni fog az eső, és elmosra az egészet, úgyhogy annyira boldog vagyok. Egyébként az elrettentésképpen hoztam magammal egy esernyőt, hogy semmiképpen ne essen. Az évszázados mamutfenyők, kocsányos tölgyek, azáleák, rododendronok, tavacskák és szigetek között sétálva juthatott el a közönség az arborétum különböző pontjain szavaló, felolvasó, daloló színészekhez. A látogatók több okból is szívesen jöttek el. Hát először is azért, mert szerintem minden felnőttben, minden emberben lakik egy gyermek, és ugye azt mondták, hogy itt gyermeknapi versek lesznek. Másodszor pedig szeretnék a színészekkel személyesen is találkozni, akik annyi-annyi boldog percet okoztak itt nagyon sok embernek. Fűszva Balázs irodalomtörténész Vörös Sándor munkásságát, életútját mutatta be az érdeklődőknek. Elképesztő az a nyelvi bravúr, amellyel megközelíti a nyelven keresztül az embert. Ezt próbáljuk meg ezzel a mai rendezvénnyel mi is egy picit rekonstruálni, létrehozni. A Vörös Centenárium programjai folytatódnak. Június 22-én lesz a Kossuth Díjas költő Szent György és a Sárkány című drámájának díszbemutatója.